Géza fejedelem 945-ben született. Apja taksony fejedelem volt, míg édesanyja feltételezhetően egy besenyőnő, esetleg Tonu Zoba besenyő nemzetség fő egyik lánya lehetett. Csak mai értelemben véve nevezzük őt Gézának. Mivel a név türk eredetű, így a kiejtés eredeti olvasata szerint Gyevinek, Gyeünek vagy Győnek hívhatták. Bíborban született Konstantin úgy hivatkozott rá, mint Magnus Seniorra, ami szó szerint nagy urat jelent. A történészek erre a kifejezésre gyakran alkalmazzák Gézánál szinonímaként a nagy fejedelem elnevezést. A nagyúr cím annyit jelentett, hogy Géza minden törzs fő felett állt, ő volt a legfőbb vezető. Géza tengrista vallású fiatalként kezdte pályafutását, Tarz Zerint halálát követően magáinak tudhatta a bihari dukátust. Szállása a mai Décsi puszta helyén volt és a keleti kereskedelmet ellenőrizte. Mivel ebben az időszakban a magyarok a bizánciak ellen is folytattak hadjáratokat, a velük való viaskodások arra ösztökélték Gézát, hogy a politikai helyzet nem teszi a dolgokat kedvezővé, amennyiben hercegként kezdeményező lépéseket tenne a bizánci keresztény tanok felé. Feleségül vette Saroltot, az erdélyi Gyula zomborlányát. 972 körül, de elképzelhetően már hamarabb is magához vehette taksony halálát követően a fejedelmi címet. A bihari dukátust így Koppány kapta. 972-ben jelezte megkeresztelkedési szándékát első Ottó német-római császár felé. A keresztségben Géza az István nevet kapta Szent István vértanú után, míg öccse a Mihály nevet kapta. A szertartást San Galleni Bruno végezte el. Az egészben az az érdekes, hogy Géza pogány neve maradt fenn, és nem a felvett keresztény neve, ugyanakkor ezek a felvett nevek jelképesek is, mivel a Stefanos név megkoszorúzottat jelent, vagyis egy tipikus királyi név, amit keresztény uralkodó magára vehetett, ezekkel egyúttal Otto Gézának királyi címet, míg Mihálynak hercegi címet tulajdonított. 973-ban a Quedlinburgi Birodalmi Gyűlésre Géza követeket küldött, és nem saját maga vagy a családtagjai jelentek meg ott, míg minden más meghívott ennek a szokásnak tette eleget. Ez azt is jelenthette, hogy Géza értékelte a szoros viszonyt a többi európai keresztény uralkodóval, de továbbra is igyekezte kifejezni azt, hogy ő egy független uralkodó. A feszültség enyhítése érdekében Géza lemondotta az ENSZ és a Traisen közti területekről, majd megtiltotta a törzsfőknek, hogy csapataikkal külföldön portyázzanak és fosztogató hadjáratokat kezdeményezzenek. Akik elleneszegültek, azokkal kíméletlenül leszámolt, ami miatt sokszor nevezik véres kezűnek, habár ezekről a belső harcokról nem sokat tudunk. Géza külpolitikáját a béke fenntartása határozta meg, hogy a belharcokra tudjon minden erővel összpontosítani. A békét jelentős mértékben meghatározta gyermekei kiházasítása. Első Ottó német-római császárral jó kapcsolatot ápolt, egyedül a szász herceggel, civakodó Henrikkel volt összetűzésben. Mikor a Lajta mentén alakult meg a közös határ, Géza inkább bajor lovagokat fogadott az országba, különösen mikor Wolfgang barát vezetésével érdekké vált a magyar hittérítés, és elhintették a fejedelem fülében, hogy egységes monarchiát egy vallás égisze alatt lehet kialakítani, hiszen a magyar nagyfejedelemség körül működő keresztény államok erre már nagyon jó példák. Géza ezért kereszteltette meg fiát Vajkot, aki a keresztségben szintén az István nevet kapta. Nem véletlenül kapta ugyanazt a nevet, mint apja. Már tervben volt, hogy ő fogja az egységes államot létrehozni. István IV. Henrik bajor herceg lányát vette feleségül, Gizellát. Gézának egy fia született Saroltól, István, és mellé még négy lány, Judit, Ilona, Sarolta, és egy, akinek a nevét nem ismerjük. Ez kevésbé köztudott tény, de Gézának volt egy második felesége is, aki a Pallas nagy lexikona szerint egy lengyel herceg lánya volt. A lengyel források szerint István anyja valójában Adelheid volt, és még mellette két lányé is. Géza 12 fős kíséretének, főembereinek nevét sem ismerjük, ami a fejedelmeknél megszokott volt. Vélhetően nevükre és nemzetségbeli származásukra a történelmi Magyarország határában fekvő településnevek adhatnak kellőképp magyarázatot. Ő volt az a magyar uralkodó, aki elsőként állandó szálláshelyen rendelkezett, székhelye így Esztergom lett, amit ő alapított Székesfehérvárral együtt. Saroltnak adta Veszprémet, így innentől a veszprémi birtok mindig királynéi birtok volt.
Géza fejedelem jó voltából 996-ban letelepedtek Pannonhalmán a bencés szerzetesek, és megkezdődött a nyugati kereszténység szerveződése a magyarok körében. Létrejött a veszprémi püspökség is. Az, hogy a kereszténység elterjedésében Géza támogató szerepet töltött be, annak politikai okai voltak csupán. Így tudta garantálni a fejedelemség egységét, ha azt királysággá szervezik. Ehhez pedig a pápa segítsége is kellett, még a bizánciakkal való összetűzései miatt erre nem kerülhetett sor korábban, ráadásul a szövetségesei nem bizánci keresztények voltak, így pedig csak ellentéteket szült volna a dolog. Halálát követően már csak három törzsfő volt, aki nem tett eleget Géza korábbi követeléseinek. Koppány, Prokúj Gyula és Ajtony törzsfő. Így nem is volt kérdés, hogy a belharcok a halálát követően is folytatódtak.